Sziasztok, Norcsa vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornán. Ma igazából egy vloggal jelentkezem. Bencével bementünk a városba, és vásároltunk egy keveset, amire úgy szükségünk volt. Az apropó az az, hogy Bencének versmondó verseny lesz szerdán, jövő szerdán, és ami volt neki fehér ing, hát azt kinőtte már, és hát azt be kellett szereznünk egyet, de mondtam neki, hogy akkor már olyan inget veszünk, ami jó lesz arra is, hogy már a ballagásra abba tudjon lenni. Az előző inge az ilyen kínaiban vásárolt ing volt, nagyon rövid időt töltöttek benne, tehát annyira nem adtam arra, megmondom nektek őszintén, hogy az egy pamut ing legyen, tehát ez egy ilyen műszerkeverékes ing volt. Nyilvánvalóan a ballagásra nem abba fogom a gyerekemet küldeni, úgyhogy az inget most már megvásároltuk hozzá. Elég jó áron jutottunk hozzá, én azt gondolom. C-undalban vettük. És akkor meg is mutatom nektek. Itt közben zörögni fogok a szatyorral. Egy papír szatyrot vettünk, és abba tettem bele. Semmi extra egyébként ez az... Gusztika, te ne rakodj, léci, ne pakolj azt, de te ne. De most ne segíts, hát itt a kutya, és ő is segít a szatyorból pakolni. Tudjátok, ez a hagyományos fehér ing. Ugye itt hátul kicsit tűzve van a hátrésze. Ez egy regulár fazon, ugye Bence pocakos, tehát ez a slim fit, ez semmiféleképpen nem lenne ő neki jó. Ez egy sima, snasz, fehér ing, nagyon jó, 100%-os pamut anyaga van neki, hosszú, úgyhogy ezt vettük meg, és ennek az ára volt 5995 forint, a mérete az 39-40-es, a nagyobb méretek, azok már drágábbak voltak. Hát egy picit ennek is hosszú az ujja, de hát pont akkor meg nem vehetek, ami jó rá, mert most lehet, hogy szerdán jó a versmondó versenyen, de június közepén nem biztos, hogy jó rá már a ballagáson, de nem vészesen hosszú az ujja egyébként. Úgyhogy ez egy szép fehér ing, de tényleg ez a hagyományos. Ez a hagyományos, ugye van rajta egy zseb, úgyhogy ebben lesz majd a versmondó versenyen, meg ebben lesz majd már a ballagásán is, meg hát nyilván utána is majd a továbbtanulás utána, ugye amikor itt ünnepségek lesznek, ugye Bence 8-as, tehát mi most azelőtt állunk. Öltönyt most még nem vesszük meg, mert azt majd kimondottan a ballagásra, úgyhogy volt egyszer a C-undalban ez az ing, aztán a C-undalban egy fülbevalót vettem magamnak, semmi extra, ilyen, hát bizsú egyébként, de ilyen kis aranyszínű fülbevaló, ilyen fehér kis kövekkel, nem fehér, hanem ilyen, mit tudom én, mint a cirkonium, olyan színű kövecskékkel van kirakva. Igazából folyamatosan kék fülbevalót keresek, mert volt régen egy ilyen kék köves fülbevalóm, nagyon szerettem, maga a fülbevaló megvan, viszont rengeteg fülbevalóm van, tudjátok, ez a bedugós fülbevaló, és egyiknek sem jó a hátulja hozzá, és ezért nem tudom azt a fülbevalót hordani, és folyamatosan azt a fülbevalót keresem, de az már nincs, de most egynek ez is jó lesz, ez 3000 forintba került, van arany fülbevalóm is, nem igazán hordom, én nem tudom, a bizsukat jobban szeretem. Azt még nem is mondtam nektek egyébként, hogy én nagy fülbevalós voltam régen, csak egy idő után begyulladt a fülem mindentől. Tehát nem csak a bizsútól, hanem ezüsttől is és aranytól is begyulladt a fülem, és akkor azt mondtam, hogy nem kínlódok vele, mert hogy nagyon fájt. És akkor úgy letettem a fülbevalót, viszont nagyon szeretem a fülbevalót, és most december elején szántam rá magam, hogy én akkor kilövetem a fülem. És az egyik nagyon kedves kolléganőm, mondhatom, hogy ilyen baráti kapcsolat van közöttünk, ő foglalkozik ilyennel is, és akkor ő lőtte ki a fülemet, természetesen nem oda, ahol az előző lyuk volt, tehát nehogy megint begyulladjon vagy valami, és azóta
tehát egy hónapig volt az a fülbevaló benne, aminek akkor benne kell lenni, és azóta meg simán tudom ezt a, hát ez egy sima bizsú fülbevaló, Gabi haragszik érte, mert én ezt kértem karácsonyra, mert függetlenül attól kaptam masszázs bérletet, tehát nagyobb összegű ajándékot is, de hogy én ezt kértem, és kiakadt, mert valami 2500 forint volt, a Bijou Bridget-ben vettük. De én szeretem, tehát kimondottan szeretem a karika fülbevalót, úgyhogy na, azóta fülbevalózok megint, és hát igazából ezt a fülbevalót meg most azért vettem, mert konferenciára megyek jövő héten szerdán Tapolcára, pont mikor a Bencének lesz a versmondó versenye, és én nyakláncot nem szoktam hordani, voltak ilyen, ezek a bőrkinövések rajtam, mondjuk leszedettem őket bőrgyógyásszal, és mindig elakadt benne a nyaklánc, de nekem nyakláncot nem annyira szeretek hordani. Viszont az órámat, hogyha megnézitek, akkor ez itt ilyen aranyszínű fém, meg ugye hát nyilván az ember karika gyűrűje arany, és akkor nem akarok úgy menni, hogy a fülbevalom meg ezüst színű hozzá, hanem akkor legyen a fülbevalom is ilyen aranyszínű. Hát ez most az én heppem, de hát kérlek nézzétek el nekem, úgyhogy azért vettem most ezt a fülbevalót. Egyébként az itthoni fülbevalóim közül nem is találtam volna aranyszínűt, mert én inkább az ezüstre vagyok ráva, meg az ezüst színűre. Na mindegy, úgyhogy ezt most azért vettük. Remélem, hogy nem fogja kipiszkálni, vagy tehát nem fog fájni a fülem ott. Előtte ki fogom majd próbálni. Na, ennyit most a fülbevalóról. Megyünk tovább akkor a vásárlásba. Hol voltunk? Még gyógyszertárban voltunk, még hát ott is elköltöttünk egy kis pénzt, Bencének ki kellett váltani egy gyógyszerét, nem olcsó mulatság, csak az az egy gyógyszere 4000 forintba kerül egy hónapra, és akkor még nem beszéltünk a aszma gyógyszeréről, vagy gyógyszereiről, mert igazából háromfélét is szed, meg nem beszéltünk még a laktáz tablettáról, nem beszéltünk még a vasról, mert ő neki vasat kell pótolni. Na, mindegy, lényegtelen, jártok ti is patikába, tudjátok, hogy mi. Meg a vércukorszintmérőbe vettem egy ilyen testcsíkot. Én nem igazán mérem a vércukorszintemet, hiszen én inzulin rezisztens vagyok, tehát én teljes normál a cukorterhelésen, tehát teljesen normál cukorszint mellett 500-as inzulin szintet produkáltam, tehát hogy mi azt úgy nem nagyon látjuk, de azért időnként nem árt megmérni az embernek a cukrát, és hát az az 50 csík, amit a nyár végén vettem, még mindig van belőle mondjuk 10, de nem akarom, hogy kifogjon, úgyhogy vettünk egyet, ha már a gyógyszertárban voltunk. Na, gyógyszertárról ennyit, megyünk tovább, és akkor kerestem volna magamnak nadrágot, de nem találtam. És hát végül is nadrágom az megvan, hogy mit veszek majd fel a konferenciára. Van egy ilyen, hát még most is divatos ez a kockás nadrág. Még most is nagyon sok üzletben árusítják, úgyhogy ez most megint divat. Hát nekem régebbről van, nem használtam, mert megvettem, de elég passzentos volt rám, nem éreztem jól magam, úgyhogy azt úgy félretettem. Hát most nem azt mondom, hogy most pont jó rám, mert egy picikét nagy, de nem vészesen nagy, tehát nem áll el a csipő részén, nem áll el a comb részén úgy, tehát az egy nagyon jó vállalható és csinos nadrág, úgyhogy abban leszek majd a konferencián. Na és ahhoz hajtottam blúzt, és végül is találtam egy blúzt, nekem nagyon szép blúz. Nem fehér színe van a blúznak, nem tudom, hogy most itt a fényviszonyok hogy fogják visszaadni, mert hát be van már sötétítve a szobában, mert annyira ide süt a nap, hogy, tehát, hogy nem lenne jó. Ez igazából azt mondanám, hogy egy ilyen nagyon halvány vanília színű blúz, szerintem nagyon-nagyon csinos. Nem tudom, hogy így látjátok-e, majd mindjárt hátrébb tornázom magam. Tehát maga a blúz, ilyen szép kis ujja van neki, ez egy rövid ujjú blúz. Hát csípő alatt ért, tehát nem tunika jellegű, nekem nagyon-nagyon megtetszett maga az ujja is ennek a blúznak, és ilyen teljesen sima, gombos, tehát be lehet gombolni teljesen, hogyha akarja az ember, de nyilván ki is lehet gombolni, és a hátán pedig ilyen kis húzások vannak, hogyha itt látjátok, és ettől egy nagyon szép esése van a blúznak, és felpróbáltam, tökéletes a mérete.
Azért azt elmondom nektek, hogy nem mertem ugye rendelni most sem a H&M-ből, sem a Bonprix-ből, mert ugye nem tudom a jelenlegi méretet, tehát azért itt azért nálam egy nagyobb volumenű fogyás volt. És mikor legutoljára rendeltem a H&M-ből, ez 2021 őszén körülbelül, nem is tudom, hogy mikor. És akkor, amit rendeltem, az 4XL-es volt, ez kicsit nagy, tehát valahol a 3X és 4XL-es között volt akkor a méretem, és most az XL-es, ami jó rám. Úgyhogy tök megörültem neki, mert néztem, hogy XL-es, ó, mondom, ez kicsi lesz rám, és nem. És nem szűk, és nem passzántos, úgyhogy nagyon boldogságos vagyok. Úgyhogy XL-es méretű blúzt tudtam magamnak vásárolni. Úgyhogy így most már akkor tudok rendelni is a H&M-ből, meg most már üzletben is tudok magamnak vásárolni XL-es méretű ruhákat. Most már csak a Bonprix-t kell egyszer kiderítenem, hogy ott most akkor jelenleg mekkora a méretem, de hát majd egyszer próbát teszek. Na, megyünk tovább, hogy még mit vettünk. Bencének akartam venni, mi ez, nyakkendőt. Egyrészt már készülvén a ballagásra, másrészt most már azért 15. éves, tehát már a versmondó versenyre is egész nyugodtan lehet felvenni egy nyakkendőt. Meg március 15-i műsort is ők fogják adni megint a suliban, tavaly is ők adták, és akkora nagy sikere volt neki, mert énekeltek benne, meg táncoltatok is, Bence, tavaly? Március 15-e műsor, tánc is volt, ugye? Tehát, hogy ilyen zenés előadás volt versekkel és mindennel, nagyon jól szerepeltek a gyerekek, és az iskola megszavazta, hogy az idén ugyanúgy Bencék osztálya tartsa ezt, úgyhogy ugyanazt az előadást fogják előadni, és akkor már nyugodtan vehet fel egy nyakkendőt. Úgyhogy egy párban volt a H&M-ben nyakkendő, ennek, ja, a blúz árát nem mondtam, ugye? Nem volt egyébként drága a blúz. 6500 forintba került, szerintem nem volt vészes. Még egy hosszújú blúzt próbáltam, de az nekem annyira nem tetszett. Nem is állt olyan jól, meg rettentő átlátszó volt. Úgyhogy már csak azért sem akartam megvenni. De sokkal szebb, meg ez volt így a szerelem, tehát amikor ránéztem. Na, megyünk akkor a nyakkendőre, mert már megint nagyon sokat beszélek és csapongok. A 2 darab nyakkendő került 5000 forintba, itt látjátok, egy nyakkendő fekete, és egy nyakkendő pedig sötét kék. Jó lenne, hogyha mutatnám, tehát itt látszik. Tehát a feketét azt gondolom, hogy az majd a ballagásra, és akkor a sötét kék nyakkendő meg megy majd a versenyre és ilyen dolgokra, de hát aztán Bence majd még dönthet másképpen is. Aztán a Rosslandba akartam még bemenni, de aztán mégsem kellett bemennem. Hát én nem tudom, igen, földön hajtottam, tudjátok, van ez az alapozó szivacs. Hát ami nekem volt, mivel nem alapozót használtam nagyon sokáig, hanem bébikrémet, mondjuk most sem alapozó van rajtam, hanem bébikrém, azt ugye másabb, tehát kézzel is nagyon szépen el lehet kenni, viszont azért az alapozóhoz szerintem szükség van alapozó szivacsra, és már annyiszor néztem a DM-ben is, Rosszmanban is, és nem találtam. Aztán gondoltam, hogy biztos, hogy béna vagyok, és bemegyek a Rosszmanba, és akkor hát most már rákérdezek, hogy mi van, de aztán közben nem így lett, mert hogy tudtam magamnak venni, mégpedig a H&M-ben 2 darab, így ugye bele tudod tenni az ujjadat, és akkor úgy tudod kenni szépen a szivacsot. Egyébként csak így simogatni is nagyon-nagyon jó, mert hogy nagyon-nagyon puha plüssös anyaga van neki. Most itt kiélem magam. A fodrász kellékesnek képzeljétek el, hogy olyan volt csak, ami szilikon. Tehát egy ilyen kis szilikon lapocska. Tehát ahhoz tudnám hasonlítani, mint amit a cipőkbe lehet beletenni, tudjátok, hogy ott a talpárnát mondjuk úgy ne nyomodjon meg, vagy úgy a sarok részében is szoktam olyat használni. Hát nem tudom, én ezt annyira nem tudom elképzelni, hogy azzal hogyan tudom elkenni az arcomon, tehát ez nem csúszik meg rajt. Hogyha valamelyikötök használ olyan szilikonost alapozó felvitelére, akkor írjátok meg, mert akkor veszek egyet magamnak, de hogy nem tudom elképzelni. Na és akkor ez a másik ilyen kis simike, jaj. De hogy nagyon-nagyon jó.
tényleg. És hát ezt könnyen ki lehet mosni. Gondolom, hogy könnyen meg is szárad. Mondjuk még van fűtés, tehát radiátort szoktam tenni. És akkor könnyen megszárad. Ennek az ára mennyi volt? Valami kis, nem tudom, kevés. Hát a fene tudja, nem is tudom. Mindegy, nem tudok rajta ki. Vagy igazából letéptem szerintem róla. Ennyi volt a handem, és akkor egy táskát szerettem volna még magamnak venni. És Gabi mindig veszekszik velem, mert hogy én a cipőboltban veszem a táskámat, vagy a CCC-ben, vagy pedig a Deichmannban, és mindig veszekszik velem, hogy cipőboltban nem veszünk táskát. Na hát most arra, hogy elvágta ezok a munkahelyemre, és hogy tehát cipelem a laptop táskát magammal, ami kb. Egymás a súlyú, mert hogy benne van még egy ilyen vastagabb noteszem, meg a töltő, meg van egy papírok, tehát hogy na, szóval nehéz. Buszon közlekedni, többen vannak, leszállni meg mindent, tehát nekem ezek az átvetős táskák, ezek tökéletesen megfelelnek hozzá. Hát szépség hibája, hogy ugye azért, mivel vizet is szoktam beletenni, tehát előbb tönkre mennek. Na, lényeg a lényeg, hogy arra van táskám, tehát ilyen munkahelyi kalandokhoz, viszont egy szép táskát már szerettem volna venni, és most, hát jó alkalom erre, hogy ugye van a konferencia, és hát Gabi mondta, hogy ő fogja mindenképpen a táskát venni magamnak, vagy magamnak, nekem, és nem találtam táskát sem a Deichmannban, sem a CCC-ben, Deichmannban nem néztek jól ki a táskák, tehát konkrétan ennyi, és itt nem is tudok hozzáfűzni semmit. A CCC-ben voltak nagyon jó táskák, amik nekem nagyon-nagyon tetszettek, egy szépséghibájuk volt neki, hogy nem cipzáros táska volt, hanem simán csak patentos. Tehát ami méretben nekem úgy megfelelt volna, hát viszont abba simán belenyúl bárki. Tehát, hogy nem figyelsz oda, és akkor bármit kivesznek ott a táskádból, én nem szeretem. Én azt gondolom, hogy a cipzáros táska nagyobb biztonságot ad, úgyhogy én azt szeretem jobban. Szóval aztán az MK Lédelbe mentünk be, az ugye kimondottan ilyen táska bolt, ott van nálunk a plázában, és hát ott volt egy kék táska, ami nagyon-nagyon megtetszett, de a mostani táskám is kék, tehát nem akartam. Meg így alkalomra, hát nem is feltétlen kék táskát akarok, hanem sokkal inkább feketét. És akkor megláttam egy olyan táskát, ami azonnal szerelem lett. Ezt most megmutatom nektek. Ez egy fekete táska, cipzáros, és van benne egy ilyen rózsás betét, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Nem ennyire piros egyébként, mint amennyire itt a képen látszik. Inkább ilyen mély, bordós árnyalata van neki. Szerintem gyönyörű szép maga a táska, hátul is van egy kis cipzáros része neki, hosszú a fogantyúja, tehát ezt így szépen nyugodtan így vára is tudod tenni, meg hát így is tudod hordani, meg hát a kezedben is tudod vinni, és cipzáros maga a táska. És hogyha megnézitek, akkor még itt bent is van külön egy cipzáros rész, és több kisebb rész, tehát nekem ez egy tökéletes táska, úgyhogy ez jövő héten majd a konferenciára felavatásra kerül. Na most mondhatjátok, hogy miért megyek konferenciára ekkora táskával? Hát azért, mert én víz nélkül nem indulok el sehová. Tehát ami kisebb táska volt, és nagyon-nagyon tetszett, abban nem tudtam volna vizet beletenni. Nyilván a kis kulacsomat meg nem fogom a kezemben szállítani. Ez az egyik része. Bocsánat, hogy közül bele csörög a másik telefonom, azt majd visszahívom anyukámat. Meg nekem ugye mindig van a táskában papír zsebkendőtől elkezdve minden, azt szoktam mondani, hogy halott német katona is. Úgyhogy nekem még ilyen alkalmi táskából is muszáj sajnos a nagyobb táska, meg feltöltlenítő, meg tehát minden, ilyen különböző tisztasági betét, ne adj Isten ugye a intim betét, tehát így több mindent beletesz az ember. Meg nekem fontos, hogy ugye legyen benn valami kis rágcsálnivaló is, tehát amikor eljön éppen az az idő, amikor
étkezési idő van, tehát én ugyanúgy étkezem, mint hogy a cukorbeteg lennék, tehát ugye időre meg van nekem adva, hogy mikor érkezem, tehát az is benne van a táskában, meg egyáltalán azt sem szeretem, amikor kisebb a táska, és akkor tele tömöd, és szétdúranik a táska, és aztán meg nem találsz meg benne semmit. Úgyhogy ezért ez a nagyobb táska, meg plusz még azért, mert nem sikerült kiderítenem, hogy milyen étel lesz a konferencián. Egy nagy szállodában leszünk egyébként, tehát én arra gondolok, hogy svédasztalos megoldással lesz, mert hogy máskor is úgy szokott lenni, svédasztalossal, és ott azért találok magamnak ételt nyilvánvalóan, ami nekem a diétámban megfelel, én nem szoktam csalónapot tartani. Tudom, hogy sokan tartanak, én nem engedem meg magamnak, és akkor tehát lehet, hogyha meg nem úgy lesz, hanem éppen AB menüből lehet majd választani, akkor meg mit tudom én, hogyha pörkölt lesz nokeddival, most mondtam valamit, nyilvánvalóan nem az lesz, de akkor mondjuk a pörkölthöz viszek magamnak kenyeret a táskámba, és akkor azt fogom megenni. Tehát, hogy ilyen is van, hogy, tehát, hogy még valamit be tudjak tenni a táskámba, a másik meg az, hogy azért ahhoz, hogy Tapolcára elérjünk, tehát elég korán el kell indulni innét. Tehát nyilvánvaló, hogy a reggelizés is az autóban lesz, mondjuk azt egy szagyóban is tudnám vinni, de hogy vacsora időre sem érünk haza, tehát vacsorát is valamit kell majd az autóban fogyasztani. Tehát azért kell nekem ez a nagyobb táska, hogy minden beleférjen, tehát még hogyha így szendvics nem is, de hogy víz az mindenféleképpen nekem legyen a táskámba. Úgyhogy ezért ez a táska, ez így tök jó kifogások, hogy így elmondtam, de igazából azért ez a táska lett, mert hogy ebbe szerettem bele. És ennek az ára, ez 21 ezer forint volt, ha jól emlékszem, akkor egy kicsit akciós volt. Rostbőrből készült a táska, amit nem tudom, hogy mit jelent, hogy rostbőr. Arra gondolok, hogy esetleg ez ilyen állatbarát, hogy nem állatbőrből készül, nem tudom. Nem vásároltam még szerintem életemben az MK Lederben, tehát majd utána fogok olvasni, hogy mégis mi ez a rostbőr. Sőt, most meg is nézem, hogy mi ez a rostbőr. Mert hogy nem tudom. Nem tudom. Régen ilyen szép bőrtáskáim szoktak lenni, de aztán én arról lemondtam. Tehát így több mindenről lemondtam, mert sokszor azt gondolom, hogy azt a pénzt azt máshova is lehet tenni. De azért néha nem árt egy szép... Na, a rostbőr, mindjárt elmondom nektek, mi az a rostbőr. Na, a rostbőr az azt jelenti, hogy ez egy ilyen préselt bőr, azokat a bőröket, amiket már nem lehet másra használni. Akkor arra gondolok, hogy esetleg amikor készítik a táskákat bőrből, és ezek ilyen leeső darabok lehetnek, és abból készülhet. De nem tudom. Tehát ennyi tulajdonképpen. Egyébként nekem teljesen mindegy, hogy bőr vagy nem bőr. Igazából az a lényeges, hogy tetszik vagy nem tetszik. De ez nem tetszik. És remélem, hogy Gabinak is nagyon fog tetszeni. Egyébként meg tök mindegy, mert hogy azt mondta, hogy megvehetem magamnak egész nyugodtan. Azt mondta, hogy 20 ezer forintig vehetek magamnak egy táskát, de ha több, akkor kipótolját. Mondtam, hogy 80-ért is van ott táska. Egyébként a 80 ezres táska sem nézett ki szebben, mint ez a táska. De jó dolgaik voltak, tehát azért azt meg kell hagyni. Aztán még próbáltam pár cipőt is a Dekmaban, mert gondoltam, hogy nem abban a cipőben mennék, ami nekem van, magas sarkú cipő, de nem találtam olyan cipőt, ami tetszett volna. Tehát, vagyis hát ez így nem teljesen igaz, mert hogy volt, ami tetszett, de hát ekkora sarokkal, tehát én abban a cipőben már nagyon el vagyok, én már ettől szokva, tehát az ekkora sarkú cipőm az tökéletesen meg fog nekem felelni itt a konferenciára. Nem tudom, hogy abban nagyon magas sarkú cipőben, hogy hogyan mennék már, szerintem sehogy. A lábam is tuti, hogy nagyon-nagyon megfájdulna benn. Úgyhogy cipőt meg nem kaptam. Tehát olyan cipő volt még, amilyen kényelmi cipő, sarkas, viszont annyira bután le volt az orra kerekítve, hogy azt meg úgy nem találom alkalomhoz illőnek, tehát maga a cipő az meg azért maradt el. De most már elköszönök tőletek, mert most már megint annyira beszélek, hogy nagyon-nagyon sokat, és nem akarom, hogy olyan borzasztó hosszú legyen ez a videó.
Legyen nagyon-nagyon szép hétvégétek, vigyázzatok magatokra, használjátok ki a jó időt, mert állítólag holnap, tehát vasárnap már esni fog az eső, bár nem tudom, de most csodás idő van. Sziasztok! Csodás tavaszi időben sétálunk a Bencével a belvárosban. Vásároltunk a Lázában, látni fogjátok majd, hogy miket vettünk és mennyiért vettük. Most pedig elmegyünk ebédelni, de előtte még bementünk a templomba, és a családunkért gyertyát gyújtottunk, ezt szerintem említettem már nektek, hogy ez nálam egy szokás. Itt van Bence is, hát Gabi meg indul dolgozni. Ez itt a püspöki palota egyébként, amit láttok. Ez egy csodálatosan szép épület. Én egy cukormentes marakuja limonádét ittam. Bence a szokásos dinnyes limonádét, körökdinnyért, neki ez a kedvence, és természetesen egy margarita pizzát evett ebédre. Az én ebédem pedig csirkemell volt, békönbe göngyölve, rengeteg salátával, az öntet, az egy sima fűszeres tejföl, ami rajta van, tehát ez cukormajonéz és minden egyéb mentes, valamint steakburgonya, hát amiből én nem nagyon fogyasztottam.